Április elején kezdték el ültetni a burgonyát a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. A növény 35 fajtáját nemesítik itt különböző cégek. Képviselőik szerdán ellenőrizték a termés alakulását a földeken. A kiskunhalasi székhelyű Bács Gazda Coop Kft. 12 burgonyafajtát termesz gyulatanyán. Igyekeztünk idén olyan fajtákat hozni Magyarországra, ide gyulatanyára is, amik elsősorban ezek az új időjárásnak megfelelnek, jobban bírják ezt a hőstresszt, kevesebb locsolást igényelnek. Egy baj van most még jelen pillanatban ezekkel, a magyarországi burgonyavásárlók inkább a piros héjút keresik, nem pedig a sárgát. A termelők és a fajta tulajdonosok meg voltak elégedve a burgonyák minőségével. Ehhez persze az is kellett, hogy gyulatanyán folyamatos legyen az öntözés, csapadék ugyanis alig érte a növényt. Májusban volt itt gyulatanyán 4,8 mm, júniusban egyszer kaptunk 7 mm, utána 15-öt, és egész júliusban egyszer vagy kétszer volt ilyen 2-2 mm, tehát gyakorlatilag semmi, és az iszonyatos légköré a száj, illetve ez az UV-sugárzás, ami a növényeknek kívánt, úgy a burgonya, a napraforgó kukorica, szóval én 42 éve csinálom, de összesen nem találkoztam ilyen ennyi problémával, mint ami most ebben az évben jelentkezett. Kezdve tavasszal a madárkár, hogy a varjuk kiérte, hogy a kis parcellás kísérleteket újra kellett vetni, mindent, tehát őt, szóval egy szóval sajnos én nem vagyok egy pessimista, optimista vagyok, de most tényleg tragédia köbön ez az év. Az már most látszik, hogy a szárazság miatt jelentősen kevesebb burgonya terem idén, mint tavaly. A gondozás, az öntözés és a növényvédelem egyre nagyobb költségeket emészt fel, a hosszú távú időjárási előrejelzések pedig nem kecsegtetnek sok jóval. Az öntözés az nagyon-nagyon költséges, ugye különösen most, ami lesz, ugye ez az új villanyszabály, ugye, hogy a 72 font, illetve még több, meg a vízét, szóval nagyon-nagyon-nagyon költséges, tehát gyakorlatilag én úgy fogalmazok szinte, hogy amit az ember nyer a termésen, majdnem odafizeti most már öntözés, meg villanyszabály. Azért nem egészen így van, de sajnos hasonló, ahogy is el kell a körülmény. Ugye munkabért mindent alapú véve, szóval nagyon nehéz, és egyre nehezebb lesz. Sajnos következő évre is már ilyen időjárás jósolnak, illetve, hogyha nem jön jelentős mennyiségű csapadék ősszel-tavasz, vagy ősszel és télen, akkor ez már a következő évi termése is kihatása lesz, ez az iszonyatos szárazság, ami most uralkodik ezen a tiszántúli részen. Azt, hogy kialakulhat-e hiány az üzletekben, és hogy mennyit kell majd fizetni a burgonyáért, még nehéz megmondani. Az viszont már biztos, hogy az egyik legjelentősebb burgonya exportot bonyolító Lengyelországban is elmarad a termés átlag az elmúlt évek átlagától, a kereskedelmet pedig az egész Európát sújtó üzemanyag áremelkedés is akadályozhatja.